Ez már hagyomány, hogy itt a Kultúrpalotában, Marosvásárhelyen a csíkszeredai főkonzulátus szervezésében nagyon rangos, komoly előadásokat hozunk létre. Én azt hiszem, határon túl mindig meg kell mutatni, hogy milyen nívósak vagyunk, milyen erősek vagyunk, tehetségesek vagyunk, milyen szép épületeink vannak. És az igazság az egészben az, hogy az, hogy most 2026 írunk és nemzeti összetartozás éve van, ez egy bánkbánnal megünnepelni, én azt hiszem felemelő, és egy üzenet a magyarságnak, hogy itt vagyunk, erősek vagyunk, kitartunk. Egy üzenet a vezetőinknek, a politikumnak, hogy ne legyen széthúzás, hanem legyünk okosabbak, kezdjünk összetartani, kezdjünk tehetségekkel foglalkozni, tényleg a legtehetségesebbek kerüljenek oda az érre, a fiataljainkra figyelni, ugyanis én is itt az előadásban mindig igyekszem a támogatott fiatalokat belerakni, akik megállják velünk együtt a helyüket, tehát fantasztikusan énekelnek, játszanak. Fantasztikus művésznőket hoztam még Magyarországról, Rőzler Orsolya, Hajnalka Melinda szerepébe, aki most az egyik legfoglalkoztatottabb Melinda magyarság szerte. Akkor Páncél Éva, mezzoszoprán, aki a Gertrudisnak az egyik leghitelesebb tolmácsolja, egy igazi operacsillag. Sándor Csaba, aki egy hazai sztár már. És én jó magam, hihetetlen energiákat mozgatott meg Novák Péter, azt a tehetséget, azt a magyarságot, azt az egyszerre kondulást, amit mi érzünk együtt. Ezt kimondhatatlanul értékelem, tehát ezt nem is tudom leírni, nagyon nagy dolgokat kellene nekünk itt közösen tenni az itteni magyarságért, az erdélyi magyarságért. Akkor ilyen erősségek, mint Bocskor Lóránt, aki az egésznek a főszervezője, hihetetlen energiákat mozdít meg. Természetesen vannak mindig, tehát nem mindig a szépről beszélünk, mindig vannak ingoványok, van olyan, hogy hát épp a kórus nem volt elkészülve teljesen, egy kicsit akadozott volt, ideg is benne, én például tegnap eléggé fölkaptam a vizet. Van ilyen, hogy az ember ugye elvárásokkal jön, de ezt értsék meg a kedves erdélyiek, hogy ide hazajönni egy székely embernek, egy erdélynek, tehát most magamról beszélek, hazajönni és itt énekelni ilyen dolgokat, az sokkal nagyobb teher, mert az ember tényleg még jobban akarja, és még jobban. Tehát én nagyon kevés dologért érzek olyan felelősséget, mint az, amit ide hazahozok, és amit tolmácsolni szeretnék. A hitelesség, az őszintesség, a tökéletesség, tehát idehaza tényleg csak jót kell csinálni. Nekünk magyaroknak annyira kiélezetten mindig profin jól kell döntenünk, hogy meglegyünk, és minél tovább, és sőt, gyarapodjunk, hogy erre fontos, hogy figyeljünk, és művészileg is, és a munkánkba is, és mindenre. És ugye az elvárások azok lehet, hogy egy kicsit magasak, profi helyekről jövünk mi, és azt szeretnénk, hogy itt is ezt beindítsuk, és működjön. Az igazság az, hogy ez egy triumf lesz, egy győzelem. Nekem az az érzésem, hogy mindenki, aki figyeli a darabot, az meg fog olyan szinten rettenni attól az igazságtól, attól a mély magyar fájdalomtól, amit a bánkbán üzen minden magyar számára, hogy újra át fogja gondolnia, és komolyan fogja venni a magyarság tudatát. Olyan érdekes, hogy annyiféle fontos szerepet eljátszottál már életed során, és most itt van a bánkbán, egy újabb kihívás akár számodra. Így amikor készültetek fel akár Péterrel közösen erre a szerepre, akkor mi fogalmazódott meg benned, vagy hogyan kezdtetek el dolgozni? Hát ugye, én a bánkbánt már a Magyar Állami Operaházban már énekeltem többször, és még New Yorkban is, a Lincoln Centerben, egy ünnepi előadáson az ottani magyaroknak, meg ugye a teljes amerikai közönségnek, és hatalmas sikere volt az egésznek. Tehát az, hogy pláne így, hogy bariton verzióra lett átírva, ugye ezt mindig el fogom mondani, hogy annak idején a bariton verziót Pallóra írták át, szintén egy székely baritonra, és az külön megtiszteltetés, hogy kicsit úgy érzem, hogy értem, elővették megint egy székely baritonra. Szóval ott vagyunk, mi a magyarság égkövei vagyunk, és ezt felelősséggel kell kezelnünk. Természetesen nem egyszerű a bánkbán. A bánkbán egy nagyon-nagyon széles spektrumon működik érzelmileg.
egy nagyon nagy tehert hordoz végig a hátán, a szívében. Küszködik folyamatosan, mindig menti a hazát, a családját félti, óvja, de próbál igazságot tenni, de védi a trón, de védi a királynőt, de mégis végül ő lesz a gyilkosa, önvédelemből hozzáteszem. Hihetetlen energiák mozdulnak meg benne minden egyes szavánál. Talán Bangban számomra az első hiteles politikus, aki mindig mérlegel és a legjobb döntést hozza. Még akkor is, hogyha két nagyon rossz közül kell választani, akkor is a legjobbat. És milyen jó, hogy aktualizáltad ezt a kérdést, mert számomra ez a legfontosabb, hogy a kortárs embernek mit tud üzenni. És picit párhuzamot vonnák közted a Bangban figura között, aki a hazáért egy csomó mindent megtesz, és Molnár Levente között, aki szintén egy ilyen hírnöke, azt hiszem, a magyar kultúrának, nem csak a világ különböző pontjain, hanem itthon is, mert hogy ez nagyon fontos, hogy azért nem feledkezel meg arról, hogy honnan indultál, hogy hová jönnek vissza ezek a gyökerek, hogy miért fontos Erdélyben énekelni, mert hogy a világ nagy színpadai már megfordultál. Van egyfajta párhuzam, nem? Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, nekem ez nagyon-nagyon fontos. A párommal, aki magyarországi magyar, nagyon sokszor úgy leültünk, és ő is szó szerint megmondta, hogy ő nem érti ezt, hogy honnan ez a nagy hazaszeretet. És akkor persze ez még nagyon az elején volt, és akkor úgy az életünkben ez nagyon komoly részt vett arra, hogy én mindig gondolok arra, hogy Erdélybe mit lehet vinni, Székelyföldre, mit tudok én visszaadni, azt a sok szépet, amit kaptam, kamatostól visszaadni. Ez persze természetesen fontos. Én azt sajnálom, hogy sok ember nem így gondolkozik. Itt, hogyha ha ragaszkodunk még ehhez a földhöz, ha ragaszkodunk a kultúránkhoz, ha ragaszkodunk az őseink által felépített gyönyörű épületre, mint ez, és hogy ezt megtöltsük magyar muzsikával, mert mi nekünk igazán vannak szuper operáink, szuper zeneműveink, szuper zeneszerzőink, és fantasztikus énekeseink, és zongoristáink, és mindenféle hangszeresünk. Én azon csodálkozom, hogy csak ennyi van. Tehát én azon csodálkozom, hogy csak ennyi előadás van, hogy nem hívnak. Engem például a Kolozsvári Magyar Állami Operaház soha nem hív. Talán az elmúlt évben beszéltem először a vezetőivel, hogy énekeljek valamit itt van. Hát a Levivel nem lehet egyeztetni. Nekem az első lenne, hogy itt énekel. Nagyon elfoglalt lenne, vagy de ez nem miért? Így van. Tehát van egy ilyen fajta, ott neki ott megvan. Tehát mai napig van egy ilyen furcsa irigység, egy ilyen furcsa kezelőség az emberek között. Én ebben nem értek egyet, én ebben nem megyek bele. Én ugye természetesen, amit tudok magamtól, a saját erőmtől, a barátaimmal, hozzuk, csináljuk, visszük. De ezt, mint hogyha úgy sokszor nem is értékelni, senki nem veszi észre. És ez furcsa. Ön észrevette, sokan észreveszik, rengetegen írnak, rengeteg gyerek megkeres, hogy ebbe tudok-e segíteni, abban természetesen mindenben az ember segít. A furcsa az, hogy ez még kétséget von emberek között, tehát mondjuk politikusok között, és most ebből nem csinálunk mozgalmat. Tehát például először lett egy Molnár Levente egy operaénekes, és elment a világon sokfele énekelt a legnagyobb operaházakba, és lett egy csomó operaénekes hirtelen. Van egy sikersztori, ki áll mögéje? Miért nincs egy normális operajátszás Erdélyben? Miért nincs egy mondjuk egy vándortársulat, ami operaénekesekből most már csak erdélyekül, csak székelyekül föl tudunk állítani, akár egy Bangbant, akár bármelyik operaházat, mert ilyenünk van. Ez kifejlődött, és ez nem jön létre, ez számomra furcsa. Én ezért harcolok. Pedig én nem hiszem, hogy az erdély közönségnek ne lenne szüksége a komoly zenére. Hát mondok egy dolgot, ha egy ilyen színvonalas, tehát fantasztikus rendezésű, szuper műsort hozunk, ha jól tudom, ugye fél óra alatt elfogytak a jegyek. Bum, egyszer tudjuk megcsinálni egy évben. Tehát kellene több, hogy az emberek töltekezzenek. Tehát kellene több ilyen előadás. Ezt erre pénzt kellene előteremteni, ezt körbe kellene vinni, hogy a magyarok érezzék, töltődjenek fel, hogy úristen, milyen történelmünk van. Mi mindig a gyökereinkből tudtunk táplálkozni, mint egy egészséges fa, mint egy egészséges bármi, ugye? Alulról szívjuk föl magunkat, nekünk megvan a helyünk itt. Ebből tudunk erőt meríteni folyamatosan. Visszakertézünk, és a Bangbannál jobb táptalaj nincs is, hogy erőt merítsünk. A hibáinkból is, ugye, tanuljunk, és megint erőre kapjunk, hogy igenis vannak nekünk hőseink. Volt egy nagyon szép gondolat, amit én szerettem. Azt mondtad, hogy itthon sokkal jobban izgulok, itthon más, itthon meg akarom váltani a világot. És ez olyan jó volt, hogy az itthon, hol van az itthon és hol van az otthon. Hát kiderült, igen, hogy akkor az itthon egy kicsit Erdély is, meg akár Székelyföld is. Hogy azért ez más, nem? Az itteni közönségnek játszani. Hát persze, meg te is persze, mondtad, hogy nagy felelősség. Nagyon nagy felelősség. Én ezt megtanultam a bajoroknál, amikor ott voltam Münchenben, a Staatsoperben, hogy ők, amikor a sajátjaiknak
vannak. Tehát ilyen kifejezetten például a kicsi gyerekeknek csináltak, akkor 5-10-szer jobban bepróbálták, hogy az olyan flottul menjen, úgy menjen, hogy az minden egyes sejtje, minden egyes értéke, energiája odaérjen és megértsék. Abba hiba ne legyen. Mert így próbálják, mint a bébi étel, hogy az a legjobb minőségben van, az a legjobb vitamin. Na ugyanígy kell, én ugyanígy gondolok az enyémeimre, az itthoniakra. Tehát ugyanígy kellene operálni, ugyanígy kellene kidolgozni dolgokat magunknak. És azt gondolom, hogy az a gyerek vagy fiatal, aki kultúra kedvelő és egy olyan családban vagy környezetben nő fel, akkor az felnőttként is akár opera kedvelő, vagy akár kultúra teremtő és kedvelő ember lesz. Így van. Tehát nézze, nekem az a hitvallásom, hogy a kulturált emberek és a maga kultúra az immunrendszere egy országnak, egy nemzetnek. Na, most, hogyha az emberek kulturáltak, akkor normálisan tudják kezelni a környezetüket. Nem válnak igénytelenné, hanem igényessé. Én sokszor azt szoktam mondani, hogy a szegénység és az igénytelenség között nagyon nagy a különbség. Most ebben nem akarok belemenni mélyebben, de mindenki értse úgy, ahogy szeretné, szerintem egyértelmű. Én azt hiszem, hogy az igényesség és a minőségi eltöltött munka, próba, gyakorlás, előadás az hatalmas gyümölcsöt. Tudom a saját karrieremből, tudom saját magamról. Tudom ezekről az emberekről, akikkel most csodát fogunk művelni és elvarázsoljuk a közönséget. Még egy kérdésem lenne a fiatal tehetségekkel kapcsolatosan, mert azt is tudom, hogy azért Székelyföldön nagyon sok mindent megtesztek annak érdekében, hogy akár alapítványon keresztül a fiatal tehetségeket segítsétek, és én remélem, hogy 2020-ban is azért lesznek itthoni programok, ahol bemutatkozhatok. Természetesen az idén is lesz egy 10 napos mesterkurzus, úgy, ahogy az már megszokott, 5. éve. Ilyen 100 gyerek körül tudunk ingyen biztosítani a legmagasabb színvonalon, legjobb tanároktól, általában hegedű, vonósok, tehát hegedű, fuvola, zongora, ének, és valamikor klarinét is volt, és az énekesekkel mind rendezéssel is foglalkozunk, tehát már egyből darabokat rakunk össze, ez most Gyímesben lesz, a Skanzenben, az idei 10 napos mesterkurzus, és ami a legérdekesebb lesz ugye az én jelenlétemmel, ha jó Isten is megsegít, az a 2020-as Bánkbán a Csíksomlyói Nyeregbe. Tehát az lesz az igazán nagy durranás, oda várunk több százezer ember, dobbanjon együtt a szív, megint legyünk ütőképesek, erősek, fogjunk össze. Erre azt hiszem egy Bánkbán fönt a Nyeregbe az egykori István a királyt simán idézni fogja, és akármikor olyan energiákkal föl fog tölteni. Nagyon erős lesz a rendezés, nagyon szuper énekesekkel lesznek, többnyire erdélyekkel, és nagyon-nagyon-nagyon készülünk rá, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a kedves erdélyeket és minden magyart, aki a legnagyobb szakrális magyar helyre el akar jönni, és akar együtt hazámat énekelni, és akar a végén együtt himnuszokat énekelni, és egymásba borulni. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az egészséges kultúrában és a hazaszeretetben.